stílustól nem tudom, tehát attól nem igazán tartok, előbb-utóbb mindenki átesik rajta. Amitől tartok, persze végidős édesanyám van, féltem, szoktunk egy kicsit vitatkozni, és mert minden nap szeretne kimenni a piacra, ettől tartok, és ugye a következményektől. Mikor lesz, amikor megint ugyanúgy fogunk dolgozni, mikor tudunk megint teraszon szolgálni felételeket, jó hangulattal, finom ételeket, mosolygós embereket látni. Ez egy kicsit úgy elgondolkodtat, hogy ez mikor lesz nehezebb és stresszes. Lesz holnap rendelés, lesz holnap munka, ez egy kicsit úgy kihat mindenkire. Jelen esetben csak kis kiszállításra dolgozunk, más nem lehet. Ez a helyzet megnehezíti a munkánkat, hogy jön a jó idő, a kis teraszunkat ugye nem tudjuk üzemeltetni, 50%-a visszaesett a forgalmunk. A nap az ugyanúgy kezdődik, 9-től nyitunk, annyi, hogy este nem 23 óráig vagyunk, hanem csak 20 óráig. A motiváció az, hogy minden reggel bevünk a munkába, fenntartsuk az egész csapatot, tehát hogy legyenek fizetések az embereknek, hogy ki tudjuk szállítani az ételt időben. Ameddig lehetőségünk van rá, és kitartunk, addig dolgozunk, csináljuk, amit lehet, várjuk a rendeléseket, várjuk, hogy vége legyen a helyzetnek. Mi minden nap dolgozunk, érted? Te dolgod csak annyi, hogy maradj otthon értem és a kollégáimért.